1992 óta tartanak ünnepséget a védőnök Nagyatádon az anyateljes világnap alkalmából. A rendezvényre édesanyákat és gyermekeket vártak a szervezők. A rendezvényt 2012-ben a Csodaország bölcsödében tartották. A célja az, hogy megemlékezzünk az anyatejről, az anyatejes szoptatásról, az anyatej jelentőségéről, hisz mindannyian tudjuk, hogy mennyire egészséges, mennyire fontos egy baba életében, hogy szopjon, hogy anyatejjel legyen táplálva, és ugye nagyon igyekszünk patronálni azt, hogy minél tovább, 6 hónapos korig csak anyatejjel legyenek táplálva a csecsemők. Az ünnepségen a köszöntő után a Csillagszem óvodások műsorát tekintették meg a jelenlévők, majd tanácsadásra került sor. Minden évben szponzorokat hívunk, akik segítenek egy kicsit a rendezvény megszervezésében. Itt kis előadásokat tartanak a maguk kis termékeiről, ami természetesen az anyatejjel kapcsolatos. Ebben az évben egy homeopátiás előadót hívtunk, aki például a homeopátiának az anyatejre gyakorolt hatásáról tart kis előadást. Napjainkban egyre több anyuka dönt úgy, ameddig csak tudja, anyatejjel táplálja gyermekét, mennél egészségesebbet, táplálóbbat nem is tudnak ajánlani a szakemberek. Én úgy gondolom, hogy most nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy anyatej, nem csak a védőnői szolgálatok, a média is, és talán ennek köszönhetően az anyukák nagyon igyekeznek és mindent megtesznek azért, hogy tudják szoktatni a csecsemőjüket. Az anyatejjel való táplálás segít az anya-gyermek kapcsolat kialakításában, megerősítésében is, melyet szintén nem győztek hangsúlyozni a védőnök a rendezvényen. A hasznos információk és a tájékoztatók mellett a Miből lesz a cserebogár elnevezésű babafotó pályázat eredményhirdetését is ezen a napon tartották. Ebben az évben 23 fényképet kaptunk, szebbnél szebb kisbabákról, úgyhogy majd meglátjuk, ki lesz a nyerő, de én úgy gondolom, hogy bármelyik kisbaba megérdemelné azt, hogy ő legyen az első, hisz mindegyik nagyon szép, kedves, aranyos. 2012-ben a legszebb babának Szabó Izabellát választotta a zsűri. Második helyen Leik Olivér végzett, míg a harmadik helyezett Gulyás Lotti lett. S mivel a rendezvénynek a bölcsöde adott otthont, az ünnepség után a nagyobbak örömmel játszottak az intézményben lévő játékokkal, míg a karon ülő pár hónapos babák csak szemlélték a számukra még különös, érdekes nyüskővilágot.